Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. Az idősek hete rendezvénysorozata zajlott Bonyhádon. A szépkarúakkal foglalkozó szociális intézmények szakemberei állítják, a gondoskodás, az odafigyelés nem csak egy hétre vagy napra koncentrálódik, hiszen a kor előre haladtával az odaadó figyelemre fokozatosan szükség van. Ezt szemlélteti az idősek hetének programsorozata is. A Bonyhádi Városi Sportcsarnokban tartott idősek világnapját először ünnepi beszéddel nyitotta meg Filóné Ferenci Bolya polgármesterasszony, aki beszédében kiemelte a Bonyhádi Gondozási Központ munkájának fontosságát, illetve a családok, hozzátartozók meghatározó szerepét az idősek gondozásában, ellátásában. Filóné Ferenci Bolya polgármester elmondta, hogy a gondozási központ szolgáltatásait egyre többen igénybe veszik, és büszke arra az összefogásra, ami a pandémia ideje alatt megmutatkozott az idősek irányában. A gondozási központ, az önkormányzat és sok önkéntes segítségével jobban figyeltek azokra az idősekre, akik mögött nem volt támogató családi háttér. Második alkalommal vagyunk itt a Városi Sportcsarnokban. Azért döntöttünk úgy 2 évvel ezelőtt, hogy ide költözünk a művelődési központból, mert ezt a helyszínt már kinőttük. Itt több mint 600 főt, kereken 606 idős állampolgárunkat, bonyhádi lakost tudtunk kényelmes körülmények között leültetni, és ma este vendégül látni. És nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan el is fogadták a meghívásunkat, hiszen telt ház van. Igyekszünk minden évben valamilyen meglepetéssel készülni, bár ugye a meghívókon tudták a bonyhádiak, hogy ma a kordaházas pár lesz a vendégünk, de ők nagyon nagy szeretettel várták, mint ahogy 2 évvel ezelőtt Kovács Katit. Én bízom benne, hogy mindenki majd nagyon jól érzi magát, hiszen ez egy kitüntetett nap, egy évben egy nap, amikor különösen figyelünk az idősekre, 30 éve már. 1991 óta ünneplik október 1-én szerte a világban az időseket, az ENSZ határozata alapján, de mi itt a városban, egy kisváros vagyunk, igyekszünk minden nap odafigyelni és figyelni rájuk és gondozni őket. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszöntötte az egybegyűlt szépkorú közönséget. Elmondta, tapasztalata alapján egyre több önkormányzat vállalja fel az idősek napjának megrendezését. Úgy gondolom, hogy az idősek, illetve a nyugdíjasok látják azt, hogy a kormány nem csak a fiatalok érdekében, nem csak a családok érdekében dolgozik, hanem egyre inkább a nyugdíjasok érdekeit is képviseljük. Most novemberben 80 ezer forintos kompenzációt tudunk adni a nyugdíjasoknak. Ezt megígértük, és ezt most teljesítjük is. Nagyon reméljük azt, hogy jövő év elején pedig nem csak 2 heti nyugdíjat pótolunk vissza a 13. havi elvett nyugdíjból, amit annak idején a szocialisták vettek el, hanem az egész havit meg tudjuk tenni. A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetője Sebestyén Orsolya elmondta, hogy ők napi szinten jelen vannak az idősek életében. Mi napi szinten a rendelkezésükre álltunk, ugyanolyan tevékenységet látunk el, mint a pandémia helyzete alatt, a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás, illetőleg a mentális támogatás foglalkozások szervezése volt a feladatunk. Nagyon jól, hogy végre kimozdulhatnak, hogy végre társaságban lehetnek. Bonyhádon nagyon jó közösségi élet szerveződik, illetve folyik, hiszen a városvezetése nagyon sok mindent megtesz az időseink érdekében. Úgyhogy nagyon készültek a mai napra, hiszen még almás rácsos üteményt is készítették, és nagyon várták, hogy milyen programmal fog meglepni őket a városvezetősége. Na, nagyon tetszik a műsor. Gyuriékot már ugye gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy ez csodálatos. Kiváló a szervezés, minden, úgyhogy meglepetés volt számomra. Én most vagyok itt először, úgyhogy ezen a rendezvényen. Sajnos a feleségem lévén, mert ugye a gondozási központban van, reggel megy, vagy délutáni órákban viszem haza, sajnos ezt nem tudunk más csinálni, és ők nagyon nagy szeretettel fogadják őt, és nejemnek is jót tesz ez a kis kikapcsolódás. Minden esztendőben a szervezők gondoskodnak a szépkorúak szórakoztatásáról. Idén a kordaházas párra esett a választás. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép helyre elhoztak. Állatok is előrülélik, hát mi nem áll. Két ezőcivő húzkodom a szoknyán. Élet a hát őrülélik, hát mi nem áll.
Az idősek hete alkalmával a gondozási központban minden nap rendeztek programot. A záró eseményre a Városi Zeneiskola növendékeit kérték fel, akik rövid műsorra örvendeztették meg az otthon 16 lakóját és gondozóikat. Az őszi időszak az mindig egy megterhelő időszak, azt gondolom általában véve is az emberek életében, de az idősebb korosztályt sokkal jobban megviseli, úgyhogy hisszük és bízunk benne, hogy egy ilyen intenzív hét az kellő feltöltődést nyújt arra, hogy ezt a nehezebb időszakot is gond nélkül átvészeljük. Általában véve is fontosnak tartjuk, hogy aktív mindennapokat éljenek meg a lakóink, tehát igyekszünk kellő mennyiségű és minőségi programmal elhalmozni őket, hiszen ha tartalmasan telik a napjuk, akkor az nem csak az aktivitásukat, tehát a testi, lelki, szellemi aktivitásukat egyaránt serkenti. Az idős otthon lakói számos rendezvényen vesznek részt, így ott voltak a város által szervezett Idősek Világnapjának programján is, de a lehetőségekhez képest az otthon napi szinten szervez programokat, foglalkozásokat a lakók számára, akik ezúttal kis produkcióval köszönték meg az odaadó gondoskodást. Környezeti változások hatása a gyermekek fejlődésére címmel tartott előadást Reiszné Szőcs Edit gyógypedagógus a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Bonyhádon. Az előadás az egészséghét keretein belül zajlott. Az egészséghét jegyében tartott előadást az Egészséges Életmód Klub Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A csoport 1991-ben pontosan 30 éve alakult. Napjainkban közel 20 taggal rendelkeznek, mondja a vezető. Amikor ez a klub megalakult, akkor az embereknek nagy érdeklődésük volt a természetgyógyászat irányába. Valahogy mindenki tele volt már az orvosi sikerekkel és nem sikerekkel, és valahonnan nyugatról beszivárgott, és valahonnan keletről is a természetgyógyászat, és ennek érdekében a volt vezető, mert nem én voltam akkor a volt vezető, az összehozott egy klubot, nagyon sokan voltunk, 90-en volt az első találkozásunk. Sok előadót hívtunk mindenkinek, akinek érdekebb volt, hogy klienseket szerezzen magának, azok ingyen jöttek előadást tartani a természetgyógyászat klubba. A természetgyógyászat a maga természetes anyagoknak a felhasználásával dolgozó tudomány, ami nagyon sokféle ága van neki, van a különféle masszírozóterápiák, a különféle gyógynövényterápiák, a vízterápiák, a gyógyfürdőknek a terápiája. Aztán nagyon sok ember, ha megismeri saját testét, akkor abból kifolyólag tudja, hogy ezekből a terápiákból melyik irányba kell lényegében elindulni. Van olyan is, hogy napterápia, van olyan is, hogy sóterápia. Aztán ugye a természetgyógyászathoz még hozzátartozik a különféle akupunktúrák, akupresszúrák. Már megfogja a kis csörgőjét, már meg is rázza, már átveszi egyik kezéből a másikba, tehát tud tudatos mozgásokat csinálni, illetve egyre jobban reagál a környezetére. Mi az, ami kiváltja ezt a fejlődést? A csoport ezúttal Reiszné Szőcs Edit gyógypedagógust kérte fel, hogy tartson előadást arról, hogy a különböző környezeti változások milyen hatással vannak a gyerekek fejlődésére. Mondhatnám, hogy ezek a változások lassúak, és ezért észrevétlenek. Ez nem igaz. Nagyon gyorsak ezek a változások, de valahogy mégsem tudatosulnak, sem a pedagógusokban olyan mértékben, ahogy kellene, sem a szülőkben.
és én úgy tapasztalom a kollégáimmal együtt, hogy ennek a gyerekek esnek áldozatul. Tehát egyre nagyobb az űr, a gyerekek mai állapota, és az oktatás által elvárt teljesítmény, illetve a szülők által elvárt teljesítmény és viselkedés között. És hogy emögé nézzünk, igazán ez lenne a mai estének a programja. Az agyunknak az a feladata, az elsődleges feladata, hogy a környezetre reagáljon. Tehát a környezet változik, akár az emocionális, akár a szociális, akár a fizikai, biológiai környezet, ezt az agy lereagálja. Ő reagál elsőként. És nem mindig látunk bele a gyerekek fejébe, hogy ott hogyan húzalozódnak ezek az új kapcsolatok, ami eltér az előző generációkétól, csak a tüneteket látjuk, hogy egyre több a csúnyán író kisgyermek, egyre több a diszlexiás, egyre több az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek, és akkor csak állunk, hogy vajon miért. És a neuropedagógia, a neuropszichológia ezt kutatja, hogy igazán mi történik az agyban, milyen változások, külső hatások hozzák létre ezeket a változásokat, amiket ilyen tünetekben tapasztalunk. Ez sem éred, az sem jó. Hát azt mondta a neurológus, hogy minden rendben van. Orvosi szempontból. Más a mérce. Épp a gyerek, és azt mondjuk, hogy teljesen épp az idegrendszer. Vannak közvetlen biológiai okok, mint például a táplálkozás. Az nem az én asztalom, de az, hogy a nevelésben, a szülők attitűdjében való változás hogyan hat a gyerekekre, illetve a digitalizáció. Én mozgásterápiával is foglalkozom, és nagyon tapasztaljuk, hogy a mozgásszegény életmód például hogyan hat a gyerekekre. Az, hogy sokkal kevesebb érzékszervi tapasztalatot gyűjtenek be, akár már csecsemőkortól, hogy ez hogy hat az idegrendszerre, mennyiben lesz más a struktúrája, mire iskolába kerülnek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Tehát én inkább erről fogok beszélni, ezekről a tapasztalatokról. A szakember szerint nem tehetnek mást az emberek, mint hogy alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Egyrészt ugye van egy biológiai, társadalmi, szociális környezet most, ami körülvesz minket. Tehát egyrészt az alkalmazkodásnak szerintem egy nagyon fontos mozzanata a szülői tudatosság. Hogy egy picit, egyrészt tudjuk, hogy milyen világban élünk, nem lehet ellene dolgozni, nem is kell, viszont a mértéket mindig meg kell találni. És hogy ebben nagyon fontos szerepet játszanak a szülők. Akár ha a táplálkozást nézzük, akár a kütyű használatot, ugye most divatos szóval. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos, amiben alkalmazkodni kell. A másik, hogy a gyerekekkel szemben támasztott elvárásokat kell módosítanunk, mivel ők másra képesek, mint például az én generációm volt, mert hogy másképp működik az idegrendszerük. 172 évvel ezelőtt végezték ki a 13 aradi vértanút és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Bonyhádon koszorúkkal és kulturális műsorral emlékeztek meg a haza hőseiről. Unió elvétel. 172 évvel ezelőtt, október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút és Batthyány Lajos miniszterelnököt. 2001 óta ez a nap nemzeti gyásznapnak számít. Idén Bonyhádon a hagyományoktól eltérően a Vörös Márti Művelődési Házban tartották a megemlékezést. A műsort Filó Tamás nyitotta meg, aki az aradi vértanúk hazafiasságát méltatta beszédében. Tisztelt emlékező közösség! Lampért Géza Nem lehet című versének kezdő strófájával köszöntöm Önöket a 172 éve 1849. október 6-án kivégzett vértanúk emléknapján. Vértanúk. Érdemesnek tartom néhány gondolat erejéig elidőzni ezen. Vértanú az, aki hitéről, élete feláldozásával tesz tanúbizonyságot. A 13 aradon kivégzett honvédtiszt, a Pesten főbelőtt Batthyány és mindazok, akik a szabadságharc bukását követő megtorlás során váltak áldozatokká, vértanúi a hazának. Meghaltak az igazságért, melyet a forradalom követelt. Meghaltak a hitükért, melyet a magyarságba vetettek,
Meghaltak mindazért, ami összetartotta és összetartja nemzetünket. Fontos megértenünk ugyanakkor, hogy nem haláluk puszta ténye indokolja vértanúságukat. Annál inkább az üzenet, melyet haláluk, áldozatvállalásuk jelentett akkor és jelent napjainkban is. Üzenet a hazaszeretetről. Vértanúságukkal hitet tettek amellett, hogy a hazát szeretni nem csupán kötelesség, hanem annál jóval több, öröm. Az ünnepi beszédet követően a megjelent díszvendégek emlékkoszorúvá tették tiszteletüket a haza hősei előtt. Az anyateljes táplálás világnapját tartották meg Bonyhádon, a Sojmár Imre városi könyvtárban. A rendezvény az anyateljes táplálás fontosságára hívta fel a figyelmet. A minden évben megrendezett programon a szakemberek hasznos információkkal látják el a megjelent kismamákat. A Bonyhádi Védőnői Szolgálat minden évben az anyateljes világnap alkalmából köszönti az édesanyákat. Idén a Sojmár Imre városi könyvtárba azokat a kismamákat hívták, akik 2020. januárja után adtak életet gyermeküknek, és legalább 6 hónapos korukig kizárólag anyateljjel táplálták kisbabájukat. Az anyuka nagyon sok mindenről lemond azzal, hogy szoptat, hogy csak szoptatja a gyermekét. Nyilván ezt nem úgy éli meg senki, tehát ezt nem egy problémának éli meg, hanem én úgy gondolom, hogy aki ezt vállalja, hogy szoptatja a gyerekét, ezt örömmel teszi, és nem önfeláldozásképpen éli meg. Nyilván az, aki kívülállóként ott van, ő tudja, hogy azért ez mivel jár. Arról előadást lehet tartani, hogy mi az előnye az anyatejnek, ami a legfontosabb, hogy rengeteg immunglobulint, ellenanyagot tartalmaz, ugye mint fajazonos tej, tehát csak a mi tejünk, a mi babánk tartalmazhat, és ezt esetleg kívülről ezt nem is lehet bevinni. Az anyukának is védőhatása van a petefészekrák, illetve a mellrák kockázatát csökkenti, de a babának mindenképpen előnyös is, hiszen ezzel minden olyan ellenanyagot megkap, amit máshonnan nem. Sokkal kevesebb a hasfájós baba a szoptatott gyerekek körében, mert egy olyan bevonatot képez, olyan immunglobulinokat tartalmaz, ami bevonja az egész tápcsatornát, és ezzel megakadályozza, hogy a kórokozók elterjedjenek, hanem a jótékony baktériumoknak az elterjedését segíti. A szakember szerint az anyatej számos hasznos tulajdonsága mellett van még egy kulcsfontosságú szerepe is. Az egyik legfontosabb, hogy a jó anya-gyerek kapcsolatnak a megalapozója, hiszen soha olyan közel nem leszünk a gyerekünkhöz, mint amikor szoptatjuk őket. Egy védelmet, egy pszichés hátteret biztosít a baba számára. Mindig ott van az anyuka, mindig érzi a melegségét, a közelségét, a szívdobogását, és az elválasztás során arra tanítjuk a gyermeket, hogy a leszakadást segítjük, hogy egyszer már eljön majd az az időszak is, amikor nem csak mi leszünk ott nekik. 6 hónapos korig kizárólag szoptatni, a WHO szerint ez a javaslat, és ezt nagyon sokan szerencsére így a mi körzetünkben tapasztaljuk, hogy egyre többen így is próbálják táplálni a babákat. 6 hónapos kortól elkezdjük a hozzátáplálást, és mi nagyon szeretjük, ha egy éves korig szopiznak a babák, de vannak olyan anyukák, akik 2 éves korukig is szoptatják a gyereket. Nyilván úgy, hogy már más, minden mást kap mellette a baba, de reggel, este, vagy esetleg éjszaka még megszoptat az anyuka. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Filóné Ferenc Ibolya polgármesterrel együtt virággal köszöntötte a kismamákat. A városvezetője azt mondja, az önkormányzat számos módon támogatja a családokat. Az Életfa programot már hosszú évekkel ezelőtt bevezettük, és nagyon népszerű. Minden évben, ilyenkor őszi időszakban elültetünk a város közterületei olyan életfákat, amely az Bonyhádra született családokhoz kötődik, bízva abban, hogy ezek az életfák együtt cseperednek majd a gyerekekkel, és valamilyen
identitás erősítésre mindenképp jó lehet, bár már sajnos Bonyhádon nem szeretnek gyermekek, de mégiscsak a bonyhádi családoknak az utódai. Idén bevezettünk egy új lehetőséget is, babacsomagot adunk minden Bonyhádra született kisbabának, akik ezt igénylik. Januártól hordom ezeket a csomagokat az újszülötteknek, nagyon nagy öröm számomra, hogy nagyon sokan kérik, és az is egy jó döntés volt, azt gondolom, az önkormányzat részéről, hogy olyan ajándékot adunk, ami pedig egy bonyhádi vállalkozásnak a terméke, úgyhogy igyekszünk őket is fiatal családként segíteni, és a bonyhádi családokat pedig az ajándékkal megörvendeztetni. A mai program pedig már hosszú évek óta hagyományosan megrendezésre kerül a Védőnői Szolgálat szervezésében. Mindig más helyszínen, most éppen itt a Városi Könyvtárban, de mindig nagyon jó hangulatban telik. Talán az időjárás befolyásolta azt, hogy picit kevesebben jöttek, illetve az őszi nátás időszakban különböző felsőlégúti megbetegések miatt, ahol van nagyobb tesó, őt meg hazavitték óvodából, iskolából, de azért így is öröm volt eljönni és a fiatal anyukákkal, kisbabákkal találkozni. Mindenkinek szívből gratulálok, aki fontosnak tartotta az anyateljes táplálást, és bízom benne, hogy egyre több pici baba lesz a Bonyhádon. Bonyhádon az elmúlt időszakban óvodai és bölcsidei férőhelyeket is bővítettek. Az intézményi háttér nyilván az önkormányzat szempontjából a legfontosabb, ezzel tudja leginkább segíteni az itt élő családokat, hiszen mind a Varázskapu bölcsidei és óvoda egy intézmény az önkormányzat fenntartásában működik. 2017-ben, amikor felújítottuk a Ficánka óvodát, akkor egy csoporttal bővült a bölcsidei férőhelyünk. Egy csoport bölcsidei férőhely az 12 fős létszámot jelent, és azóta az elmúlt évben, tehát most a januártól pedig egy újabb csoporttal bővítettük a bölcsödénket, így ma már 48 férőhelyen rendelkezünk az intézményben. Ez azt eredményezte, hogy ma nincs olyan anyuka, olyan fiatal család, ahol szeretne az édesanyja visszamenni dolgozni, és bölcsödében vinni a gyermekét, hogy ez lenne az akadálya, hogy nem tudja a gyermekét elhelyezni, hiszen ha van is várakozás, akkor az csak néhány hónapos és felvételre kerülhet, mert szabad a létszám, és megtettük azt a hátteret, ami az önkormányzat feladata volt, hogy biztosítsuk ezeket az óvodai, illetve bölcsödei férőhelyeket. Csiszér Antal amatőr festőnek nyílt kiállítása a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A férfi elmondása szerint széke identitását szeretné kifejezni alkotásain keresztül. A tárlat többek között az intézmény ablakaiban tekinthető meg. Csiszér Antalt már gyerekkorától kezdve érdekelte a rajzolás. Elmondása szerint először különböző gyermekmagazinokból utánozta le a mesefigurákat. A festészettel szintén korán megismerkedett, ugyanis édesapja is amatőr szinten készített képeket. Az ecset használat azonban kezdetben nem igazán foglalkoztatta. Kamaszkoromban, illetve már úgy mondom, hogy tinédzser koromban inkább ez a hippi mozgalom meg a rocker élet vonzott, ugye vasárnaponként, amikor apám festett a konyhába, így ebéd után, akkor én meg megpattantam, és haverok font a buli, ahogy szokták mondani, és az inkább vonzott, aztán a 90-es évek elején, akkor megtetszett egy bélyeg blokk, ami a visegrádi várat ábrázolja a Mátyás korában, és akkor így eldöntöttem, hogy ezt megpróbálom. Hát kisebb nagyon sikerrel úgy nekiugrottam, elkezdtem, és azóta így festegetek, de főként így a lakás dekoráció céljából, tehát saját lakásunk dekoráció céljából, illetve rokonságnak, barátoknak így ilyen esküvő, vagy szüninap, névnap alkalmából festegetek, és igazán így a 90-es évek vége fele kezdtem el úgy intenzíven festeni, amikor már ugye olajat használtam, egyre többet festettem vászonra olajjal, és hát igazából nem volt még úgy alkalom bemutatkozni, illetve kisebb ilyen kamarakiállítás jellegű presszóban, meg ilyen helyeken volt, takarékszövetkezetekben, de ugye ott helyhiány miatt csak a kisebb képeket tudtam esetleg így kiállítani, de most lehetőség nyílott, hogy itt egy kicsit nagyobb méretű képeket is igazából bemutassak. Csiszér Antal az alkotásain keresztül elsősorban székely identitását szeretné kifejezni, illetve a természet közelségét próbálja átadni. Rengeteget biciklizek, tehát földes utakon, és ott gyűjtöm a témát. Tehát fotózok, és meg vízpartokon, tehát gyűjtöm a témát, aztán abból kerekedik ki néhány alkotás. Ahány székely, kapu, vagy akár házak, ez mind-mind egyedi. Itt néhány bemutatók, illetve hát ki lett állítva, ami
hát egyik egy ilyen leomlott háznak a fala, és azt kerítésé építették át. Ez is egy fotó alapján készült, akkor a másik egy Székely utcarészlet, Székely kapuval. Tehát ez, ami igazán engem érdekel, és hát mondom, a származásomat tekintve, tehát apai, anyai ágon bukovinai székelyek leszármazottai vagyok. Igyekszem minden olyan témát megragadni, ami nekem tetszik elsősorban, és azt próbálom ugye vászonra vinni, vagy akvarelbe. Először néha skicceket csinálok, és akkor utána viszem föl a vászonra. Az alkotó azt mondja, a festészet számára a pihenést jelenti. Először is a témagyűjtés során egy kikapcsolódás, a kerékpározás, vagy egyszerűen csak gyalogtúrák alkalmával, a másik pedig, amikor alkotok. Tehát ezt főként télen tudom megtenni, mert ugye munkámból kifolyólag nem mindig van időm. A télen, amikor nyugi van, kint csöndesség, úgymond nincs kinti tevékenység, akkor neki lendülök, és akkor csinálgatom. Hát a terveim között ugye sok téma van, ami szerepel, hát ilyen úgymond sorozatképek, ami, mit tudom én, magas leseket, vadász magas leseket, hidakat, tehát ilyen kisebb patakokon átívelő fahíd vagy kőhíd, tehát nem ezek a nagy fővárosi hidak, az annyira nem vonz. Ugyanakkor meg így szeretném, hát nagyon óvatosan zárójelbe megfesteni a Mádé falvi veszedelemnek a napját, maga ugye azt a reggelt, vagy azt a napot, és hát ehhez természetesen ki kell utazni Erdélybe, anyagot gyűjteni, maga a falu elhelyezkedése, környezete, hogy néz ki, tehát ne egy hasraütéses kép legyen. Hát végül is így is fantázia kép lesz valamilyen szinten, mert nyilván a falu már teljesen átalakult, az építészete mindenféle, és azt szeretném igazán megfesteni, de hát ez az osztrák katonaságnak a ruházata, az akkori katonaság ruházata, tehát ne egy ilyen, tényleg egy ilyen fantázia kép legyen, hanem próbálok törekedni arra, hogy minél több eredeti dolgot lehessen felvinni a vászonra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!